Nos, szerbusztok, akkor folytassuk is a Settlers 2 játékot. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk a tutoriál küldetést, és akkor most pedig tudjuk folytatni az első igazi pályával tulajdonképpen, ahol már talán ellenféllel is fogunk találkozni, úgyhogy a római kampányt folytatva az Initial Contact fejezetbe már bele is kezdhetünk, és nézzük, hogy mivel állunk most majd szemben. Nyuszikákkal. Azt mondja, hogy a második év harmadik napja, ugye kb. Évente egy-egy év eltelik két pálya között, elértük a második szigetet, amely úgy néz ki, hogy lakatlan. És úgy néz ki, hogy az eszközök, az ilyen tulajdonképpen használati eszközök, amiket még a régi Torcius hajóról hoztunk, vagy őt, és valami egész hülye kiejtéssel ejtette ezt ki az intróban, Tortus, vagy valami hasonló, azok kezdenek kifogyni, és szükségünk lesz egy Metalworks építésére, egy ilyen vas megmunkáló műhelyre, hogy új eszközöket készítsünk magunknak. És én arra gondoltam, hogy legutóbb ugye a Sound Blastert hallgattuk, most pedig akkor hallgassuk ez alatt a pálya alatt azt az igényes zenei CD zenét, amit adtak hozzá. Úgyhogy most egy ilyen minőségi muzsikával fogjuk játszani a játékot. Nos, és akkor le kell rakni ugye az alapjait a kis településünknek. Szükség van ugye kőfejtőre, szükség van favágókra, akár többre is, majd aztán ezeket úgyis leromboljuk, és addig is szükségünk lesz fűrész malomra, és akkor ezeket be is köthetjük szépen. Jó ez a zene. Ez egészen már valahogy a hangszerelése ennek picit már Settlers 3-as is talán. Egyne. Hol megy ott az út, főnök? Egy biztos itt megy az út. Lehet, hogy az a zászlót nem az úton van. Na mindegy, csak eljutnak oda, mindjárt meglátjuk, hogy hol megy a fazon. Ó, milyen néző, nem várt zenei effektek vannak itt. Nagyon monumentális. És igazából el is kezdhetjük majd feltérképezni a hegyet. Hívjuk a kis geológusokat. És érdekességképpen mutatom ugye, hogy itt most hiába vennék le a zene hangerejéből. Nem változik ugye, mert hogy most nem ezen keresztül megy, hanem ugye van ez a direkt audio a régi DOS-os, meg régi Windows-os korszakban, hogy az audio az teljesen külön szálon megy, hogyha audio CD-t játszik le a lemez, úgyhogy maximum a Windows-nak a mixerjén keresztül tudjuk szabályozni azt, hogy most mi legyen az audio CD hangerejével. Viszont úgy látom, hogy megint ismételjük a normál CD player, és menjünk tovább. És gyorsítsunk legalább kétszeresére így föl az időt, hogy ne ennyire lassan történjenek a dolgok. És lehet, hogy megjátsszuk azt, hogy majd jobban is gyorsítunk, hogy ne azzal menjen a játékidő, hogy nézzük, ahogy nagy nehezen. Jaj, de aranyosan
szaladgálnak a nyuszikák, hogy ne azzal menjen a játékidő, hogy nézzük, hogy hogyan épülnek az épületek. Ezt így gyorsan ki kéne termelni, minél gyorsabban, hogy farmot tudjunk majd ide tenni. Így né. És közben találják a dolgokat a geológusok. Ide tegyem, és akkor így látjátok az üzeneteket? Vas és szén a legfontosabb dolgok. És lehet, hogy arra itt nincs elég hely, hogy még ezt is ide kipattintsam valahova. Pici a képernyő, azért ennek jót tesz az a HD felbontás. Na mindegy. És igazából aztán el is kezdhetünk ám terjeszkedni. Itt az erdő sáv szélén. Nem annyira moccan senki, úgyhogy ezek szerint ez a zászló nincs rajta az úton. Ez itt egy ilyen kalóz zászló volt. Jó, ide még egy pár fát itt ki kell vágni, akkor ezt megvárjuk. Nyuszikák. Két nyuszika is van. Aranyosak. Aranyos ez a játék. Nagyon dolgoznak a geológusok. És már most elkezdhetünk egyébként halászni, hogy aztán majd legyen elég hali-hali. Meg letehetjük a bányákat. Kajából van egy pár. Szén is van, ami jól jöhet. Más nincs nagyon, ez ugye a kezdeti időszakban elegendő lett. De öcsém, te meg ne ott vágjad már a fát, hanem errébb. Léci, erre lenne szükségem, hogy ezt itt kivágjad. A geológusok visszatértek, úgyhogy akkor nézzük, hol kezdjük meg a dolgot. Hát így lentről fölfele haladjunk szerintem, úgyhogy egy bánya ide. Hát lehet, hogy ide teszek le egyet. Egy ide. És most érdemes előre gondolkozni, hogy ide egy vaskohót, mielőtt az út elfoglalná a helyet. Így né. Egy vaskohót. Illetve... azt mondták, hogy ilyen... ilyen fog kelleni. Úgyhogy ezt így próbáljuk meg intézni, így kezdésképpen. És látjátok, hogy eltűntek a jó helyek, sajnos. Nagy kár. És ide meg lehet, hogy letehetünk egy ilyet. Mielőtt még elfoglalnánk tényleg az igazán jó helyeket utakkal. Na, most van mit építeni egy ideig. És ilyenkor lehetne begyorsítani, most nem tudom itt élőben megszavaztatni, hogy ér-e gyorsítani a játékon, hogy ne azt nézzük, ahogy ezek itt hemzsegnek. Mert ugye, akkor legalább nem lenne olyan piszok hosszú ez az epizód sem. Van egy ilyen cheat, hogyha azt írjuk be a billentyűzeten, hogy winter, akkor itt megjelenik egy ilyen kis felkiáltó jel, hogy a cheat üzemmódban vagyunk, és be is záródtak az üzeneteink. Cheat üzemmódban vagyunk, és így az Alt 1-es az a normál tempó, Alt 2 az a gyors tempó, amit eddig is használtunk, de itt lehetőségünk van tovább gyorsítani, egészen Alt 3, Alt 4, 5, 6. Hopp, és hogy fölépült minden épület. Tehát egészen
hatos sebességi fokozatig, ami nem vagyok biztos benne, hogy hatszoros sebesség, föl tudjuk gyorsítani, és akkor így látványos haladást lehet elérni. Így, és akkor ezek itt remélhetően beindulnak most majd szépen lassan. Illetve itt jó lenne még bővíteni a hegyben azt, amit elérünk, területet, úgyhogy oda még egy őrbódét fölhúzunk. És aztán most rendesen játssza le ugye a zenéket a CD, most váltakozva jönnek a műsorszámok. És mire van szüksége egy ilyen szerszám előállítónak? Ugye vasra és fára. És azt, hogy ő milyen szerszámokat készítsen, azt itt lehet megszabni neki. Ugye legtöbb a kalapács, kasza, hát semmink nincs, úgyhogy ezeket ő így csinálja nyugodtan, meg az összes többi dolgot is. Emberek terén szerencsére van pár alapmunkásunk mindenből, úgyhogy nem kell félni, hogy rögtön nem tud, nincs aki ellássa a házban a feladatot, de azért nem árt, hogyha ő is dolgozik. És azt pedig, hogy ugye a vasból hova vigyenek, az armoriba vinnének sokat, ellenőre elég sok katonánk van. Úgyhogy nem ártana, és még vannak kardunk is, pajzsunk is, úgyhogy lehet nem árt, hogyha egyelőre szerszámok készítésébe öljük azt a drága vasat. Aranyunk nincs, úgyhogy nem kell félni attól, hogy itt a kezdeti tök jó aranyainkat föláldozzuk ilyen sima kis közeli épületekbe. Na, azt mondja, hogy... Na, ahogy északra terjeszkedtünk, egy kedves vidéki fazonnal találkoztunk. Ő volt az egyetlen túlélője egy másik hajótörésnek, és nagyon örült annak, hogy más emberi lényeket, arcokat lát. Mi is szintén örültünk neki, ő pedig egy serfőző. Hogyha valaha háborús időszak következne, akkor a sör majd a lelket önt az embereinkbe. Mert hogy egy katonának azért több dologra van szüksége, mint a kard és a pajzs. És elmondta még, hogy talált egyéb romokat is itt a szigeten. Attól tartok, hogy nem is annyira sokára, sokkal óvatosabbnak kell majd lennünk. Na és itt van akkor a sörfőző embernek a háza, amit ugye mi nem tudunk használni, úgyhogy a saját sörfőző telepünket kell majd megépíteni. És itt azért némi erdő ritkítása is lesz majd szükség. Úgyhogy egyelőre erdészre még én nem költenék, mert egy csomó erdőt itt ki kell írtanunk ahhoz, hogy értelmes farmolható területünk legyen. Na és most már elérjük a teljes hegyet is. És azt mondtam, hogy ide egy horgászt leteszünk, mert az már élelem gyanánt jól jön, illetve esetleg ide a felsőbb régiókba már le tudunk tenni egy vadászt. Ígyni. Jó ez az audio CD zene, jó minőségű dolgot csinált, pedig ez is hallatszódik azért, hogy itt a MIDI van tulajdonképpen egy igényesebb eszközzel eljátszva, de jó minőségű az, amit összehoztak a srácok. És ide én ki akarok küldeni egy felderítőt, és lehet, hogy ide is. Ígyni. És akkor itt most halad szépen minden a maga útján, ezt itt össze lehetne kötni. Ígyni. Neki hamarosan nem lesz fája, hogyha azt ott kivágtak, akkor szerintem ezt az épületet itt le is lehet rombolni. Ők itt szépen eldolgoznak, de most már hamarosan azon kell munkálkodnunk, hogy megalapozzuk a farm és az élelem dolgát. Ő itt tele van, szuper. Hány favágunk van egyébként? Na. Na.
Na, aki ezen a szigeten volt, vagy van, az bizonyára mindent alaposan tud erről az épületbizniszről. Megtaláltuk egy hatalmas nagy erődítménynek a romjait, ami rendkívül kiváló konstrukció, és már is az építészeink lerajzolták a tervrajzát az épületnek, és haladjunk tovább a sziget belseje felé, és nagyon figyeljük a nyersanyagoknak a számát, hogy ki ne fogjunk belőle. Ugye igazán nagyon a fával lehet beszopódni egyébként, mert hogyha egyszer csak elfogy a fa, akkor már semmit nem tudsz építeni, de még egy erdést se tudsz letenni. Még romokat találtunk. Mégpedig egy kilátó toronynak a tervét. Vajon honnan származnak ezek az épületek? Ki építette őket? Attól tartok, hogy a békés időszak hamarosan véget ér. Továbbra is haladjunk befelé a szigeten, és figyeljünk az ellátmányra. Ugye itt van a Watchtower, itt pedig a fort. De milyen szép, ezt külön megrajzolták, hogy ilyen romos legyen, nagyon jó, hogy ilyen dolgokat is, ilyen grafikai dolgokat csináltak a kampányhoz. Már megint romokat találtunk. De ezt már hallottuk. Most már azt mondja, most már meggondolhatjuk, hogy esetleg ilyen erődítéseket építsünk. És egyre jobban meg vagyunk arról győződve, hogy nem vagyunk egyedül a szigeten. Na jó. Rendben van, csak még egyelőre kaja után kéne nézni. Nagyon sok itt a fa. Ezeket ki kell írtani ahhoz, hogy itt... Mi van, öcsém? Nem lehet itt a zászlót tenni? Akkor ide tesszük le. Így né. Ő rá meg már nincsen szükség. És azt akartam mondani, hogy hány favágunk van. Ó, 13, akkor ki tudjuk itt írtani az erdőt nagyszerűen. Közben itt készülnek a dolgok. Nagyszerű, aranyunk nincs, ami nagyon szomorú, de hát ha itt majd esetleg találunk, érdemes lehet ebbe az irányba is terjeszkednünk. Egy favágóval. Ezt a rengeteg erdőt ki kell írtani egész egyszerűen. Ott is van erdő, lehet itt lesz majd arany. És akkor most lehet itt az ideje, hogy most gyorsítsunk egy kicsit a dolgon. Közben én beállítom a mentést is, így mentünk egyet. És akkor gyorsítsunk az idő folyásán. Az üzenetekre figyelve. Itt van a sok új épületünk. Ugye szemlélhetjük, ahogy jönnek a favágók. Hopp, itt lent is van egy hegy. Na majd erre terjeszkedünk, ha egy kicsit tisztább lesz a terep. Valamiért azt érzem, hogy ide fölfelé kell majd menni. Itt nem muszáj mindent körbehozni, innen egy átkötést tehetünk ide így. Nyuszika. Reméljük a vadász meg fogja találni a nyuszikát.
lehet le kéne tenni, mert ugye ő is használ szenet, még egy szénbányát le kéne tenni. De hol is volt itt jól bányászható dolog? Kihívjuk a geológus fazont. Remélem fogynak az erdők majd most lassan. Közben gyorsítunk egy kicsit itt az időn, ahogy látjátok. Ennyi volt, a geológus vissza is ment. Ez elég szomorú. Azt hittem rendesen földeríti itt a dolgokat. Így, dolgozzál rendesen. A vízre egyelőre nincs. Na és szépen megritkultak a fák. Ők már nem is nagyon találnak, úgyhogy őrájuk most itt nem lesz már szükség. Itt sokkal jobb játszani, hogy be tudok gyorsítani, nem kell annyit várni mindenre, hogy megtörténjen. Ide majd egy kőfejtőt le tudunk tenni. Lassan itt a kő ki is fog fogyni. De ugye, amint mondtam, itt volna igény. Volna igény még egy szénbányára. Ígyni. Hát lehet még egy vaslelőhelyet is letehetünk. Nehogy kifogyjunk. Jó. Ők még dolgoznak, de már alig. Ő viszont már nem nagyon talál vadat. Gondolom itt a nyuszikáknak mat lett. Hogy terjeszkedünk mindjárt tova. Ha ez itt leég, már megint csak várunk a dolgokra. Na végre leégett, jól van. Úgyhogy akkor azt mondja, hogy hát már ő se annyira kell ide. És akkor ebbe az irányba itt szerintem nyugodtan terjeszkedhetünk. Nincs értelme nagyobb épületeket építeni egyenlőre, mert ellenfél az nincsen. Csak ezzel sok nagy területet elvettünk sajnos. Lehet ide lentebb lett volna érdemes rakni egyet, bár ide is tudunk. Úgyhogy legyen így a dolog. És itt fönt is tudunk terjeszkedni tovább. Így valahogy. Csak benne szopódjunk a fával. Ez a nagyon fontos dolog. A fával benne szopódjunk. Az nagyon szomorú esemény lenne. Na jó, van még bányász. Oké, megijedtem. No more stone. Aha, akkor ezekre is most már itt nincs nagy szükség. És ezt az úthálózat dolgot majd itt újra tudjuk gondolni. Aranyos ez a japános zene is. És akkor itt megkezdhetjük majd a farm bizniszt. Jó.
így. Mindig érdemes normalizálni az úthálózaton azért. Ú, jó hangszerek vannak ebben a dologban. Azt hittem, hogy nem fogja nyomni a fülemet ez a fülhallgató, de annyira mégsem kényelmes. Jó, a bányászat még megy. Palacska van. Vad már nincs nagyon. És elkészült ez a dolog. És tehetjük le a kőfejtőinket. Hogy ezt kitermeljük. Ígyni. Illetve itt tovább terjeszkedünk. Amúgy a hegy mellé, nem tudom, ez hegynek minősül-e itt, vagy sivatagnak. Ez jó kérdés. Hogy a hegy mellé érdemes amúgy letenni nagyobb épületet, mondjuk, de úgyis kicsit tudunk. Mert a nagyobb épület, például a Watchtower, az nagyobb területet hasít ki itt az elfoglalandó dologból. Szuper. Említettem már, hogy a fával benne szopódjunk? Mert lassan most nincsenek favágóink. Szerencsére deszkánk még van. De nem árthat egy-egy fakitermelést indítani akár itt. Az ott baj, az ott nagyobb baj, úgyhogy ide el kell kezdenünk letenni a nagyobb erődítéseket, mert pillanatok alatt, sőt itt most mentünk egyet, pillanatok alatt befoglalja a gép a területet. Úgyhogy nem is gondoltam, hogy ennyire hamar találkozni fogunk a géppel. Lehet ide még egy közepeset kellett volna letenni, és aztán oda később egy nagyot, de mindegy, próbáljuk meg így. Mentettem egyet, max majd visszatöltjük. Oké, remélem, hogy ez itt nem kap olyan zászlót, hogy már támadható legyen, mondjuk elég messze van még. El kéne kezdeni a farm dolgot itt lent intézni. Pedig úgy, hogy, és nincs aranyunk, úgy, hogy itt legyen mondjuk egy pékség, ha ott a pékség, vagy nem, itt legyen egy malom, itt lehet a pékség. És akkor itt pedig alul szépen elárasztjuk farmokkal a dolgot. Kezdve, hát itt lehet még ilyen sertés hízlald a dolog, ha ide le tudunk tenni egy ilyet. Nem akarom tudni. Jó, csak pozitív üzenetek, rendben van, csak pozitívan. Egy felderítőt kiküldünk. És itt pedig jól befarmozzuk a dolgokat. Ez kb. Ideig kiér, ide vet. Legyen így valahogy. És ide a szélre egy donkey farmot is letehetünk. Hogy
hamarosan. Mi van? Na, azt mondja, hogy 26. napja a harmadik hónapnak a második évben. További megerősítést nyertek félelmeim. Találtak az embereink egy ronybabát és kettő lándzsahegyet, amelyet a núbiai törzsel azonosítanak egy kis zenei poénnal, és nem úgy tűnik, hogy ezek nagyon régiek lennének, úgyhogy itt a núbiaiakkal fogunk találkozni. Negyedik napja, a negyedik hónapnak a második évben. Ahogyan, pontosan ahogy vártam. Úgy látszik, hogy a núbiaiakkal futottunk össze. Először minden nagyon barátságos volt. Beszéltek is nekünk az ő szent ereklyéjükről, de ez nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az egyik gateway-ről van szó, az egyik portálról, viszont megtiltották nekünk, hogy hozzáférjünk az ősi relikviájukhoz, úgyhogy harcolnunk kell, megyünk háborúba, anulu megyünk harcolni, hogy megszerezzük a hozzáférést a relikviához. Lehet, hogy ide nem ezt kellett volna letenni, most már mindegy, mert ez lassan épül föl. Valahogy megpróbálom értelmesen intézni ezt a dolgot itt. Amennyire lehet. Hogy ne vegyen el túl sok helyet az út a farmerektől, hogy ahova vetni tudnak. Viszont kéne egy út a malomhoz. Föl. Innen mondjuk. Jaj, nem is lehet, hát ilyen a kalendáriumban sincsen. Miért nem megy oda föl az út? Láttatok már ilyet? Hát ez az kegyetlen már. Na hát, ha itt a fölássa a Johnny, akkor jobban fog ez menni nekünk. Majd kiderül. Haladjunk. Ide hívjunk geológust nagyon gyorsan, hogy itt miket találunk. De mindjárt kettőt. Meg egy felderítőt is. Ez itt épül. Ha-ha-ha-ha, jaj-jaj. Az én tapasztalatom az, hogy érdemes volt ezt ide letenni. Ott van az a baba a lándzsákkal, amit találtunk. Érdemes ezt ide letenni, mert aztán itt nagyon hamar ide letesz valahova még egyet, és egy darab kis őrtoronnyal itt állunk védelem nélkül, ezt itt talán jól tudjuk majd védeni. Szerencsére itt ez egy rovátkás. Ugye úgy működik a harcrendszer, hogy ahol nincsen üres fehér zászló van, az egyáltalán nincs veszélybe. Ahol egy ilyen sáv van, az közepes távolságra van az ellenféltől, és majd ahol X-et látunk, az azt jelenti, hogy az már közvetlen támadó közelségben van, ott van félnivalónk. És egy dologra nagyon figyeljünk, nehogy beszopódjunk a fával. Ezt nem tudom, említettem-e már. Nekem nagyon sokszor sikerül beszopódnom a fával egy-egy játék alkalmával egyébként. De eddig még mindig sikerült valahogy aztán kibekkelni a dolgot. Ő rá itt már nincs szükség, semmit nem talál. Dolgozik a pék, majd ha már még épül egyenlőre nem dolgozik. Na vajon föl tud már itt majd jönni az út? Egy út jó lenne, ha fel tudna jönni, az a helyzet. Nem. Itt egyszerűen lehetetlenség az utat fölvinni, és én nem igazán értem, hogy miért, mi történt, mi van itt, egy törésvonal, vagy... Na mindegy.
Hát akkor majd körbeviszik a bugzát. Nem olyan nagy gond az, volt már sokkal rosszabb. Nem tudom, lesz-e elég helyit vetni? Lehet, hogy túl közel raktam ezeket a dolgokat. Majd kiderül. Vas. Nem rossz vas, de nekem lassan arany kéne. Ez itt most fölépülhetne már, de nagyon izibe. És ide is még egy ilyen nagy erődítést le fogunk akkor nyomni. Na, akkor most megint talán gyorsíthatunk egy picit a dolgon. Szuper, ez föl is épült. Jöhet a yard. Jön is. Hogy állunk katonákkal? Na, az, hogy kiterjed most rá a területünk, úgy néz, hogy egyre hosszabbak lesznek a szállítóutak. Muszáj egy raktárházat építenünk, hogy hamar tudjunk válaszolni népünk szükségleteire, és ezen már X van, úgyhogy jó, hogy ide ezt tettük le. Nézzétek, mennyi katona megy oda be, mert ha ez egy kicsi ilyen őrtöny lenne, betámadják, már is foglalták. És én azonnal ide még egy ilyen nagy erődítést lenyomok. És mentünk egyet, hát ha ez a projekt nem jönne be, mert ő hamarabb beépít valamit, akkor visszatérünk egy jobb belátásra. És még nem találtunk aranyat, lehet, hogy itt lesz majd arany. Lehet, hogy itt lesz majd arany. Ide egy ilyen nagyobbat leteszünk, mert ez többet kihasít a hegyből. Igen. Ide lehet még egy kőfejtőt letenni. Ezek meg itt elkészültek, szépen mehet mindenki körbe-körbe karikába. Hát ide nem húzok be még egy utat, mert... Most már kezdünk szerszámokkal jól állni? Kezdünk bizony. Úgyhogy lehet, hogy lassan visszafoghatnánk. Oké, és ez rendben van. Viszont ha valaha aranyunk lesz, én azt szeretném kérni, hogy ide ne hozzunk aranyat. Ezekre a hülye helyekre. Így né. És nagyon örülnék neki, hogyha valamikor majd lenne aranyunk, talán az jól tudna jönni. Lehet, hogy ide nem tudunk letenni még egy hadépületet. Kár, pedig erre a hegyre szükségünk lenne. Na majd meglátjuk, hogy ez itt mekkora területet tesz lehetővé, hogy építsünk oda. Nyomja a fülem ez a fülhallgató, gyereke. Ez így nem annyira kényelmes. De hívtam én már felderítőt? Hogy nézzen széjjel, hogy abba az irányba mit terjeszkedik a gép? Ez még csak most ér ide, ajjaj. Épül a Donkey Farm. Hát azért néhány helyre tudnak vetni a srácok, nem lesz itt gond. Búza óne. Raktáron sincs semmi. Így nem fognak menni a bányák, és már most nem mennek. Szomorú vagyok. Még egy kovács műhelyet viszont le kell raknunk, mert ugye pajzs is és kard is kell, és egyszer csak egy-egy gyárt. És ha még egyet lerakunk, akkor mindig egy ciklus alatt elkészül egy kard és egy pajzs, hogyha esetleg több katonára lenne szükségünk. Vas még egyenlőre nem kell. Na jó, akkor ismételten húzzunk bele egy kicsit itt az időben. Amíg itt valami elkészül legalább, a felfedezőnk felfedezi itt a térséget.
Azért óvatosan ezzel a gyorsítással, mert lehet, hogy gyorsan kell majd reagálni valamire. Jó, ez fölépült, mindjárt jön a harcos, ez is fölépült, mindjárt elfoglalják. Csomózzad már. Viszont én nem építenék raktárat, ahogy ő javasolta, ide most minek építsek raktárat? Mit fogunk itt raktározni? Semmit. Itt van mindenünk, és itt van a raktár, úgyhogy nem kell ész nélkül raktározni. Ide se kérek aranypészt. Hát szerintem annyira ide se, de mindegy. Az érdekelne, hogy mi van erre? Körbe tudunk menni vajon? Nem kellett volna ennyi nagy várat építenünk egyébként. Ezzel olyan támadást tudunk intézni, hogy letúrjuk a csávót a helyéről. Úgyhogy még egy várat lenyomunk. Ennyi vár az pazarlás. Mondjuk itt becsületes csata lesz, én úgy látom. Na, milyen jó nagy területet kiharapott itt a dologból. Úgyhogy akkor itt be is zászlózhatjuk a dolgot. És megnézzük, hogy itt hol mi van. Kettő. Három geológus eldolgozik majd ezen a projekten. Kár, hogy nincs aranyunk. Ebbe a hegyben mi van? Hát, ha arany. Tök véletlenül. Sűrűn lettek itt a farmok. Már ott azért elfér, de... Ennek egyetlen egy két vetőhelye van. Nem az igazi. Túl sűrűn raktam. És itt is meg tudjuk nézni végre, hogy mi van. Nagy geológus munkálatok lehetnek itt. Hát megvárjuk, amíg ott végeznek. Közben mentünk egyet azért. Hát nem arany van. Közben eszembe jutott, hogy kutat nem tettünk le ide. Ide egy kutat. Hát ide is jó lett volna, de hát... Ha nincs, hát nincs. Így nem lesz malacka. Hát max messziről viszik majd a vizet. Tegyek le ide egy kutat. Végül is. Említettem már, hogy nehogy beszopódjunk a fával, gyerekek. Már be is szopódtunk, gyerekek, mindjárt. Azt vonjuk vissza nagyon gyorsan. Ezt is. Mert baj lesz. Hova tegyek erdészt? Hol legyen a mi erdőnk? Leteszek egy erdészt... ide. Nagyon hamar be lehet szopódni. A fával. Nagyon hamar. Hát vigyázzunk. És akkor vége a dalnak. Vége a játéknak. Hiába rombolok le épületet, abból nem kapunk aztán fát. Hinnye. Ezt itt most meg kellett szakítanunk, mert hát felhasználjuk az összes maradék fánkat. Itt sincs arany. Lehet, hogy ezen a pályán még nem akarják itt az arany ügyét bevezetni. Na, ott vannak. Visszahozták a fönti építkezésből. Látjátok, ezért kell nagyon figyelni itt. Ott az arany. Jól van.
oda majd beterjeszkedünk, hogyha a fa dolga helyreáll. Ezt itt most biztonságilag nem szabad lerombolni, mert ő az egyetlen, aki itt most fát tud vágni. Bár ő még itt dolgozik egy-két dolgon. Aztán lehet innen ezt most már kiszervezhetnénk, csak itt a fa biznisz álljon helyre, normálisan. Ha a gold, ott volt a gold üzenet, csak még egy kicsit kellett volna lapozni. Addig a srácok ezt itt föl tudják térképezni. Na jó, aztán a beszopódást elkerültük. Kicsit begyorsíthatjuk a történéseket. És ha ez itt fölépült, ide még egy favágót leteszünk. De nem így, hanem emígy. Meg ide letehetünk egy ilyet. Kurkur, mi történik, srácok? Ő is kifogyott a szuszból. Coal, gold, jó. Akkor itt is van arany, ez azt jelenti. De már haza is mentek? Ne idegeljenek föl. Viszont ezt itt vissza kéne szintén majd kötni a körforgásba, hogyha ezek itt egy picit beindultak, ezek a dolgok. Kellemes ez a CD zene. És ide most nem tudjuk letenni már azt a kutat, amit oda szerettünk volna. De hát ez van. Majd ha ez kimerül, akkor oda le tudjuk tenni. Nem baj, inkább vessen a csávó oda búzát. Ide a ficakba is le tudunk tenni még egy kutat, majd innen szállítják a dolgokat. Épüljenek már a dolgok. Jó, ott lesz még egy favágónk. Ez így rendben van, viszont lehet, hogy most követ nem bányászunk sehonnan. Mennyi kövünk van? 130. Azért az mindenre elég kéne, hogy legyen, főleg ha nem dobáljuk el katapulttal. Na, ezt itt visszakötjük. És akkor itt már működni fog a favágás is. Érik a búza. Innen tudunk aranyat kitermelni. Ha ide leteszünk egy ilyet. Csak nagyon csehül állunk fával, most hirtelen sok-sok fát kéne kitermelni, reméljük ez itt hamar fölépül. Itt úgy látszik, hogy nem akar egyelőre agressziózni az ellenfél, szerencsére, mondjuk ez még nem egy nagyon kemény pálya. És nagyon jól bírják a bányák, jó helyre tettük le, nem merülnek ki. Van vize, jó van. A búzából nincs olyan sok, reméljük, hogy ez az egész konglomerátum itt hamar beindul most már. Ez itt nekem mindig úgy tűnt, hogy itt le lenne csapva a háznak a teteje, pedig nincs, csak hogy ilyen hülyén van építve. De mint hogy a pixelek hiányoztak volna belőle. Jó. Hát akkor most itt megint várnunk kell, úgyhogy kicsit odaléphetünk a tempóval.